Bogdányi Titanilla, Tolmács Márta, Ilin Bertalan, Straub Norbert, Koller Virág, Bácskai János. Sziasztok, jó iskola napot. Igen, jó iskola napot. Köszönjük a puszikat. Szívesen, Rábi. De most menjetek. Jó van. Várjátok az iskolához? Megérkezett az iskolabusz, szálljanak be! Megérkeztek, gyorsan szálljanak le, mindjárt jönnek a tanulók. Hozzánk, megyek, sziasztok! Tanárnő, én hova üljek? Ott van egy hely Emma mellett. Megérkezett az új lány. De, ó, de jó mellett. Most matekozni fogunk. És a undiák, hát itt tudsz elszámolni matekba. Százig. Jól van, mi is pont százig. Szóval most matekozni fogunk. Írjátok ezt le. Csöngettek. Mehettek. Mondd csak meg. Tudhatom, hogy hogy hívnak. Engem úgy hívnak, hogy... Hát engem úgy hívnak, hogy... Gréta. Gréta, nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Én Emma vagyok. És nagyon örülök, hogy mellettem ülhetsz. Olyan rendes lány vagy. Na, te osztályítok be egyáltalán, fiú. Nem, de most éppen beteg, ezért nem jött el. Igen, hát akkor jól van. Ugyanúgy néz ki, mint például, ugyanúgy néz ki, mint az egyik tesóm, képzeld el. Igen, tényleg. Aha, komolyan, úgy néz ki. Ez érdekes. Elkéstem, elkéstem. Szóval ő az a fiú. Igen, ő az a fiú. Ő, gondolom, ő az új lány. Igen, én vagyok az. Meg tudhatom a nevet, Gréta. Mondd csak, Mateo, már megint miért késtél? Hát, azért... Késtem el, Emma, mert... Elszúnyáltam.
Persze ez a mentséget rá. Jól van, sajnálom. De tényleg elszúnyáltam. Mateo, erre figyelni kell. Vigyázzon, csak ezt nem mondhatod majd a bíróságon. Akkor majd. Mindenkire még vigyázzunk. Csak a házad előtte biztosítsad azt, hogy ah. Megcsúszni. Jó, hosszakó, idős emberem vannak, hosszakó. Mi a gond? Szerelmes vagyok a Mateo-ba. 40 évesre biztosítják, azt még se lett soha semmi baj. Olyan jó a szeme, meg minden, minden olyan. Beli vagyok egyszerűen csak zúgva. És mondd csak, mi a különleges benne? Csak valahogy beleszerettem Mateo-ba. Szóval szerelmes vagy Mateo-ba, értem. Tadá! Becsönget a kérdő. Talán itt vagyok. Mateo, késtél, mondd meg miért. Ez már eleinte akkor egy 4-es. A matekban. Azért küzdtem, mert elszúnyáltam, sajnálom. De erre most már vigyázni fogok, jó? Jól van. Ezt még elnézem neked, de attól még 4-es matekból. És most milyen? Angol óra! Nem nézted? Jól van. Ülj le nyuzik mellé. Jól van. Nem tudom. Mondd csak, Greta, tudsz olvasni? Tudsz angolul? Egy kicsit tudok olvasni, és egy kicsit, szóval egy kicsit tudok angolul. Jól van, mert most egy dolgozat következik. Semmi gond, már több dolgozatot is megcsináltam. Indul az óra, 45 percetek van. Most már csak 5 perc. Eltelt az órából már sok perc. Kérem a dolgozatokat, most már nincs, 4 percetek van. Kérem. Kicsöngettek, mehettek. Hát azt mondtad, hogy nem kicsi, csak ez kicsi. Stella, ez nagyon durva volt, nem? Igen, nagyon durva volt ez. Stella, hogy tudtad ezt kiállni? Hát már jó sokat tudok angolból. Én is. Hello, Greta. Mateo. Szia, Mateo. Ha nem tudod a nevem, Emma elmagyarázta. Értem. És Mateo, valahol mondd csak, te miből kaptál valaha is 5-ös, hogyha sokszor készítünk? Hát, kaptam például a... Akkor kaptam 5-ös mindig, hogyha nem késtem el. De már biztos, hogy sok mindenből azért kaptam 5-ös. Azért ügyes vagyok. Jól van.
Mondd csak, mi az a kis csillogó-billogó itt az arcodnál? Én már így születtem. Én egy különleges lány vagyok. Ő, bocs, de oda kell mennem most Emmához is. Nem gond? Ő nem gond, Mateo. Hello, Stella, hello, Emma. Szia, Mateo. Szia. Mit szólnak ahhoz megint, hogy már megint elkéstél az óráról? Rosszat. Azt tudom, hogy rosszat fognak szólni róla. De Emma, mondd csak. Talán... Beszélhetünk oda. Beszélhetünk Stellával is? Hát persze. Mondd csak, mit akarsz volna beszélni? Azt, hogy csak gratulálok, megtudtam, hogy 5-ös. Köszönöm. Szia, Greta. Mateo! Igen. Becsöngött a gyerünk. Először is a lányok, akik nagyon szépen ki tudnak öltözni, elindulhatnak a szépségversenyen. Szóval, de most énekünk lesz. Így. Do, de, mi, fi, so, la, di, do. Most egy nagyon komplikált dalt csinálunk. Akkor most én elünöklöm. Figyeljetek, mert ez nagyon jó lesz. Akkor. Hű, tanárnő, ez nagyon jó volt. Ó, hívd csak engem Szellinek. Jól van. Most próbáljátok ti is énekelni. Hát azt nem hiszem, hogy ilyen pontosan el tudjuk énekelni. Nem érdekel, csak próbáljátok. Jogan Moro Corita i patti bisi Moris. Persze, tudom, hogy ilyen nagy... Csak vicceltem, amikor ezt így csináltam. Akkor most ezt így írjátok fölé a hangjegyek fölé, hogy ez melyikeket jelenti. Kicsöngettek, mehettek. Én ismertem ezt a számot. Tényleg, Stella? Igen, és szerettem is. De hogy tudta ilyen pontosan elénekelni? Hát ez azról fogalmam sincs.
Mateo, hol lehetsz? Hello, Greta. Szia, Mateo. Megpróbálok veled sok időt tölteni. Jól van, a szünetekben. Jól van, Mateo. És mondd csak, Greta. Holba költöztetek akkor most? Hát ebbe a városba, ahol Emmaik is élnek. Szóval New Yorkba, mint én, meg az összes többi osztálytárs. És te hol? Hát én egy már nem olyan messziről köztünk el, és ebben az országban éltem. Jól van. Vége a tanításnak? Mi? Ó, hála az égnek, vége ennek a napnak. Olyan jó, hogy vége a napnak. Szóval ez jó. Na csak mikor találkozhatnék itt még veled? Mi most beszélgethetünk? Az órák után még lehet beszélgetni, ja? Mondd csak, mióta ismered már Emmát, meg a többi osztálytársadon? Hát, mivel ötödike, hatodikosok vagyunk, ezért már jó 6 éve ismerem őt. Jaj, Stella, olyan vicces vagy. Meséld el még egyszer. Bemegy egy banán a banánboltba. Mit akar venni? Hát egy banánt! Mesélj még egy viccet. Jól van. A zsarú miért teszi be az agyát a hűtőbe? Hogy frissek legyenek a munkára. Stella, olyan vicces vagy! Nem muszáj ezt kivenni. Nem tudom, Gerű nem lesz. Mateo. Én tudod, már régóta vártam, hogy ebbe az iskolába menjek. De nem is tudtam, hogy milyen diákok fognak engem várni. Rosszak vagy jók vagy. Én azt teszem, hogy szerint mindenki jó. Mondd csak, ide hívhatom Musicot, hogy megismerkedhetsz vele? Hát, persze. Music! Itt vagyok. És már kedvelem. Én Music vagyok. Én meg... Én meg Réta. Nem tudok sokat mondani, de... Azért nem veszek a Nyuziknak, mert van egy hang a fejemben. Hát én nekem az a tehetségem, hogy tudok jól énekelni, meg jól tudok mindent csinálni, szóval így van. Mehettek haza? Hát akkor sziasztok! Sziasztok! Majd találkozunk holnap, Mateo. Olyan jó volt az új osztálytársam! Nekem is. Az enyém is. Az enyém is. Szálljatok be már a buszba. Jól van. Megérkeztünk, leszállás. Mennem kell a gyerekeimhez, Michigéhez, meg persze Valentinohoz. Hogyha nem tudnátok, az egy lányi. Vagy mi, nem tudom, de úgy neveztem el.
Jaj, a szoknyám, semmi gond. Már úgy is itthon vagyunk. Hátrafelé megyünk úgy. Ez ám az élet, ez ám az élet, nincsenek itt a gyerekek. Igen, ez a jó élet. Megjöttünk! Itt vannak! Ne pánikolj. Ettetek? Igen. Verjétek le a ruhákat, és aludjatok, és jó éjszakát! Jól van, hát akkor... Hogyha bakikat akarsz, látni maradjuk. Printu-print! Most zenélni fogunk, és méghozzá... Szóval akkor pinturi zenélni. Matekozni fogunk. Mondjátok, hogy kerül idehez a... Ez már uncsi. Mate! Mutrió! Mateo! Igen, drága. Grétu, Bruti! Mondd el ezt a viccet még egyszer. Ne perd be a banánbódba, hogy elcsúszom a fején. Ez jó, szel, nem mondtam jó. Itt vagyunk, lazulunk, mint a pricsi, nem is pricsi. Itt vagyunk, printi, te printi. Vége van ennek a videónak. Sziasztok, találkozunk a következő videóba. Sziasztok!